A Tiszakécske elleni küzdelmes, fordulatokban gazdag, de vesztes nyitány után a Budapest Honvéd otthonában szerezte meg az első 3 pontot a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a Merkantil Bank Liga 2023-24-es szezonjában. A második fordulóban Acél Zoltán együttesének első gólját Gaják Gergő szerezte. Mindenképpen javítani szerettünk volna, tudtuk, hogy egy nehéz csapathoz, vagy úgymond egy erős csapathoz megyünk egy jó szurkolótáborra. Nekünk is szerintem ez egy plusz motivációt jelentett, hogy egy ilyen csapat ellen tudunk játszani, és szerencsére jól is tudtuk abszolválni, jól jöttünk ki az előző hét kudarcából. Még nagyon a szezon elején járunk, de szerintem jó úton van a csapat, úgyhogy haladunk lépésről lépésre, most a Szombathelyre koncentrálunk. Vasárnap a 2 vereséggel a 16. helyen álló Szombathelyi Haladás érkezik Kozár Michelinbe. Schuster Ronald 17 évesen mutatkozott be szombathelyi színekben az MB2-es felnőtt bajnokságban, majd a következő évben már komolyabb szerepet kapott a Haliban. Ekkor 11 bajnokin és 2 magyar kupa mérkőzésen szerepelt a zöldfehéreknél. A következő évben az akkor még MB2-es 3. kerülethez igazolt, ahol 31 bajnoki mérkőzésen 3 gólt szerzett. Aztán a másodosztálytól búcsúzott a kerület, de Ronald az MB3 nyugati csoportjában is maradt a fővárosiaknál. A gárda alapembere volt, 35 bajnoki mérkőzésen 4 találatot szerzett. Most nem kezdtek jól, azt tudjuk, viszont azért a Haladás az nem kis név, nem kis csapat, szóval mindenképp fel kell készülnünk rájuk, és viszont mindent meg fogunk tenni azért, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Nekem vannak jó emlékeim is, kevésbé jó emlékeim is, viszont jól gondolok vissza oda. Viszont mindenképp meg akarjuk verni őket, én személy szerint is meg akarom verni őket, és reméljük, hogy sikerülni is fog. A HR-rend Kozár Michelin Szombathelyi Haladás találkozó augusztus 13-án vasárnap 19 órakor kezdődik. Minden szurkolóra szükség van a Kozár Michelini stadionban.